Ja, jó, jó, akkor menjetek, már menjetek arra. Ezzel egy még szélesebb kör ismerheti meg törekvéseinket. Egy országban élünk, együtt éljük örömeinket és gondjainkat. Gyermekeink mindennapjaikat pedig a családjuk és az iskola közösségében élik. Meg kell ismernünk a családokat, meg kell ismerni egymás múltját, szokásait, életvitelét. A megismerés után könnyebb a megértés és az elfogadás. Kialakul az egymás iránti tisztelet, amely segít megoldani az óhatatlanul felmerülő konfliktusokat is. Fiam az utóbbi időben többször járt Amerikába. Megkérdeztem tőle, mi a legszembetűnőbb vonása a tengeren túl élő embereknek. Azt mondta, mernek egymás szemébe nézni. Nyitottak az emberi kapcsolatokra. És nálunk ez nem így van? Kérdeztem naivan. Csak annyit kérdezett vissza. Néztél, vagy mosolyogtál olyan emberre, akit nem, vagy csak kevésbé ismertél? Hogy reagált erre? Azóta sokat gondolkodtam ezen a kérdésen. Igen, elmegyünk egymás mellett sokszor köszönés nélkül, pedig ismerik egymást, gyerekek, felnőttek egyaránt. Félünk egymás tekintetétől. Nem régen történt, hogy egy kisgyerek bántotta a társát, ebben az iskolában történt. És kérdésemre, hogy miért tette, csak annyit mondott. Mert nézett. Úgy gondolom, sok még a teendő, hogy az emberek előítéletmentesen tudjanak egymás szemébe nézni. E téren nekünk, pedagógusoknak bőven van feladatunk. Erősítenünk kell tanulóinkban, hogy nekünk ebben az országban együtt kell a jövőnket megteremteni. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.
vallom Teréz anya gondolatait. Köszönöm. Magyarországon a cigányok alkotják az ország legnagyobb ismert nemzetiségű csoportja. Az ország minden területén laknak cigány emberek, ez Nagybázsonyban sincsen másként. Ahhoz, hogy egy országban élő társadalom békésen élhessen egymás mellett, elengedhetetlennek tartom azt, hogy ne ismerjük egymás kultúráját, hagyományait és szokásait. A népismeret egy lépéssel közelebb hozza az embereket egymáshoz. Elősegítik a szokásbéli és kultúrából adandó másság elfogadását. Egy népcsoport életvitelének, szokásainak megismerése két út közt a hídat képezi. Ezért tartom nagy lehetőségnek ezt az egyhetes programot, ahol lehetőségünk nyílik második alkalommal a cigány kultúra bemutatására. A délelőtti órákban tartott népismereti órák, a kiállítás megtekintése, és a délutáni programok biztosítják a jó hangulatot minden érdeklődő számára. Ezúton szeretne a Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszönetet mondani az iskolának, az iskola vezetőjének, hogy helyet kaptunk másodszor ennek a gyönyörű szép programnak. Egy tapsot kérjen. Ezt a pársoros versecskét, amit én írtam, ezt az iskolában tanuló roma fiataloknak szólna inkább, jó? Mikor kicsi gyermek voltam, mindig nagyon boldog voltam. Mikor iskolába mentem, hely, de sokat szégyenkeztem. Hosszú hajam mindig fonba, s a szívem volt nagy bánat. Mostanára felnőtt lettem, s megint újból boldog lettem. Hosszú hajam még mindig fonva, s nem bánom, hogy lejár a cigány sor. Köszönöm szépen! Az idézetével kezdtem a mondatomat, úgyhogy örülök, hogy Erika most folytatta. Én most az idére másikat választottam. Én Niki Vujčićot választottam, lehet, hogy már többen láthattátok a videóját. Egy szerb származású fiatal ember, aki kéz és láb nélkül született, ő egy prédikátor, és azt gondolom, hogy amit ő csinál, az nekünk is sok erőt ahhoz a munkahoz, amit mi helyben próbálunk tevékenykedni. Én azt az idézetet választottam tőle, hogy csak nyerhetsz, ha nem adod fel. Ne hagyd, hogy bármi is visszataszítson, ha engem se tartott vissza semmi, téged sem tarthat vissza semmi. Én azt gondolom, nagyon örülök annak, hogy már második alkalommal itt lehetünk közösen az általános iskolában, és tényleg ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy Erika, tehát az igazgatónő is, és az, hogy Évi is ilyen lelkesen bátorít minket, hogy igen, ezt együtt meg lehet csinálni, és az külön öröm számunkra, hogy a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület is tudott minket támogatni, egy támogatós pályázaton keresztül, aminek az a címe, hogy értékőrök. És én azt is gondolom, hogy a tavaly évben minden lapról vettünk fel egy kis videófelvételt, több mint ezeren megnézték ezt a videófelvételt. Az idejében is elkészítjük ezt a kis filmeinket minden lapról, és remélem, hogy akik nem tudnak eljönni, esetleg a szüleitek, vagy akár ti is majd később nézzétek vissza. Én most is, amikor visszanézem, nagyon jó érzés, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehettünk, és az Egyesületünk is adhatta hozzá a nevét. És tavaly is, ahogy elmondtam, csak ismét el tudom magamat, hogy nem sokan valósítunk meg ilyen programot, hogy egy intézmény, egy kisebbségi önkormányzat és egy civil szervezet egy intézményben együtt közösen, és főleg a cigányságról, romasságról, ami számomra nagyon forró téma itt Magyarországon, hogy együtt tudunk jó példát mutatni, hogy igenis, hogy össze tudunk fogni, tudunk értéket teremteni, és hogy meg tudjuk változtatni. Nem biztos, hogy minden kisgyereknek, de ha többször eljöttök majd jövőre is, meg a idejében is minden nap eljöttök egy kicsit hozzánk, akkor lehet, hogy egy kicsit másképp gondoltok majd a roma cigány kultúrára, mert azt hiszem, hogy nagyon sok érték van, és a média erről ad kevesebb információt, többet a rosszabb oldalról. Úgyhogy én azt szeretném, hogy gyertek minél többen, meg folytassuk jövőre is, hogy minél több értéket megismerjük mi is a cigány kultúráról, a roma kultúráról, hiszen nagyon sokat nem tudunk róla, úgyhogy tanuljunk közösen, és legyen folytatás a jövőre is a harmadikra. Úgyhogy köszönöm szépen, aztán csapjunk a program közepébe, úgyhogy... Zöld a hegy is,
mutató lett a világ. Egész világ ellenségünk űzött tolvajokként élünk. Nem loptunk mi csak egy szeget Jézus vérző tenyeréből. Nem loptunk mi csak egy szeget Jézus vérző tenyeréből. Thank you.